Hello mindenki, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy parókás videó lesz. Ha nem találkoztunk még, akkor szeretném elmondani, hogy imádom a parókákat. Nem tudom, hogy miért, de imádom őket. És van egy rövid szőke parókám, lehet, hogy nagyon sokan láttátok már, és ahogy hallani fogjátok a videóban is, valamiért csóróból kísérleti alany lett, és kezdett már idegesíteni, hogy hogy néz ki. Úgyhogy az egyik nap rávettem magam, és elkezdtem rendbe tenni. Ezt fogjátok látni a videóban. Szeretném elmondani még mielőtt elkezdődne a videó, hogy nem vagyok fodrász, ott is fogom mondani, nem vagyok fodrász, nincsen papírom, ez egy paróka, hogyha leég, leég, hogyha rossz színe lesz, rossz színe lesz. Úgyhogy ezt fogjátok látni, át fogok ugrani voiceoverbe, és megpróbálok titeket végigvezetni az egész folyamaton. Hogyha tetszik, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha nem tetszik, akkor dislike-ot. Szabad világban élünk. Ennyit az intróról, és nézzük a videót. Tehát, ha jól megnézitek, akkor az első nagy teszt az itt volt a Shizuku 10-es árnyalatokkal, amikor el akartam dönteni, hogy milyen színt tegyünk az én hajamra. Utána itt van egy 3-as árnyalat, amit nem töltöttem vissza egy az egybe, csak rátettem, kíváncsi voltam, hogy milyen sötét, mert tervben van egy másik projekt is, amihez barna színre van szükségem. Ezen kívül pedig, amiért nagyon haragszom, az ezek a lila samponos foltok. Sose mosom úgy a parókákat, hogy főleg a szőkét, hogy egy az egybe rátegyem a lila sampont. Mindig felhígítom, és igazából csak így beáztatom, de valamiért iszonyatosan csúnyán befogta, úgyhogy szeretném ezt rendbe hozni, és egy kis életet lehelni ebbe a csodába. Úgyhogy most gyorsan fel fogom osztani szekciókra ezt a kis hajat, ki fogom fésülni. Előkészítem a szőkítőt, amihez valószínű, hogy 3%-os oxid fogok használni. Hozzátenném egyébként, hogy nem vagyok fodrász, nincsen végzettségem, teljesen nem értek hozzá, csak amit látok és érzek, igazából azt csinálom. Ez egy paróka, ha tönkre megy, akkor tönkre megy. Imádok ezzel foglalkozni, úgyhogy ennyi. Játszok egy kicsit, nézzétek meg. Szörnyű. Úgyhogy osszuk fel gyorsan, és kezdjünk hozzá. Ja, és egyébként hozzátenném, hogy a háttérben hajfestős videó megy, ugyanis meg vagyok veszve a hajfestős videókért. Szerintem az egyik legszórakoztatóbb és érdekesebb videó típus az egész YouTube-on. Úgyhogy miközben szőkítek és hajat színezek, festős videót nézek. Oké, hát ez még nekem is nehéz volt végighallgatni, de nem szerettem volna megzavarni saját magam, úgyhogy bocsi ezért a hosszú második intróért. Tehát, ahogy látjátok, elkezdtem felosztani a hajat részekre, bekevertem a szőkítőt, ahogy látom, tényleg 3%-os oxid használtam, és az Isten tudja, hogy milyen szőkítőport, nem is ez a lényeg igazából. Először szerettem volna felvinni azokra a részekre a szőkítőt, amik kifejezetten sötétebbek. Ahogy látjátok, ezt a kis barna részt, ezt még be is fóliáztam, hogy biztos, ami biztos, teljesen jól kiszívja. Ezután pedig elkezdem, látjátok, jaj, nagyon figyelek rá, nehogy foltos legyen valahol. Ezután felvittem azokra a részekre, amik nagyon más színűek, viszont ezeket nem fóliáztam be, ugyanis olyan lassú vagyok, mint egy csiga, úgyhogy nem szerettem volna, hogy valami baja legyen a hajnak. Természetesen Olaplex meg ilyenekről szó sincsen, egy az egybe csak a szőkítő. Nagyon szépen válogatom, festem, haladok vele. Ahogy látjátok, egyébként elég gyorsan el is kezdte kiszívni, és azt tudni kell erről a parókáról, hogy olyan csodaszép citromsárgán érkezett, mint az állat, és látni fogjátok majd a későbbi részekben is, hogy nem olyan nagyon szépen szőkül, legalábbis szerintem, ahogy én a saját hajamat szoktam látni, hogy hogy szőkül. Az enyém se tökéletes, de ez... na mindegy.
Rajta volt, azt hiszem, hogy 40 percig, talán 30 percig, nem emlékszem rá egyáltalán, ahogy látjátok, itt kimosom. Nem szerettem volna az egész hajat befesteni teljesen, sokkal lilábbnak tűnik, mint amilyen egyébként, tehát ez nem így nézett ki a való életbe, esküszöm. Viszont az volt a tervem, és ezt is csináltam. Jó, hogy Bence ott van a háttérben. Azt is csináltam, hogy bekevertem egy bleach wash-t, amit nem tudom, hogy hogy mondanak magyarul, be van keverve a szőkítő, és samponnal van felhigítva, és ezzel mosogattam át a hajat. Azt hiszem, hogy ehhez vagy 6-os vagy 9-es oxid használtam, elképzelésem sincsen. És látjátok, ez egy olyan jó 20 perc után már egészen egyenletes volt, viszont szerettem volna még egy kicsit szőkébre pár helyen, úgyhogy egy picit átmosogattam, vártam még vele, ahol kellett, tettem rá egy kis pluszt. Jelzem még egyszer, ez nem egy tutoriál, ez Rebecca szórakozik otthon. Belülről a sapkát is egy kicsit átmostam, ugyanis a A tül is olyan szépen beszívja a lila sampont, ahogy kell. Na! Úgy gondolom, hogy elkészültünk, nem szeretném ennél tovább húzni. Ha esetleg nagyon-nagyon rossz lenne, és valami miatt nem sikerülne úgy színezni, ahogy szeretném, amit szerintem nem fog megtörténni, akkor újra csináljuk, de szerintem ennek jónak kell lennie. Nem tökéletes, de ez már jó lesz. Azt hozzá szeretném tenni, hogy nem maradt már túl sok a 10-es színezőimből, úgyhogy azt hiszem, hogy 9-eset használtam hozzá, ezért nem is akartam tovább húzni, úgy voltam vele. Úgy ítéltem meg, hogy szerintem ennek jónak kell lennie, és majd meglátjátok, hogy milyen lett a végeredmény, és eldönthetitek, hogy elég volt-e neki ennyi vagy sem, úgyhogy lemostam róla a szőkítőt, először csak simán vízzel leöblítettem a nagyját, majd utána megmostam egyszer Olaplex samponnal, és csak hogy nagyon menő legyek, mutatok nektek egy kis ASMR-t is. Majd ezután átköltöztünk a kádba, ahogy látjátok, a baba fejét felműtöttem a kád szélére, és bekevertem a tónert, amiben megpróbálom felírni a képernyőre, hogy körülbelül mik voltak benne, de pontosan nem tudom, mert mindenből a maradékot használtam. Szépen, hát mondjuk azt, hogy megpróbáltam felosztogatni a hajat és kis részenként felvinni, arra figyeltem nagyon, hogy egyenletes legyen, viszont ezen kívül arra figyeltem, amire tudtam. Nem olyan könnyű egyébként parókát felosztani részekre, őszintén megmondom, ezt majd egy másik videóban megmutatom, de ez egy mókás folyamat volt, őszintén megmondom. Sajnos a kamerám lemerült, úgyhogy csak azt fogjátok látni, hogy az egyik oldalra felviszem, viszont megmutatom az egyik előző videómból, hogy hogy nézett ki, miután letelt a 20 perc hatóidő. 1:1 ugyanígy nézett ki a paróka akkor is, és váltsunk át jelen időre, és megmutatom nektek, hogy mi lett a végeredmény. És akkor itt van a végeredmény. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, megpróbálok majd róla közeli videót is felvenni. Gyönyörűen csillog, tehát szerintem teljesen egészséges maradt. És nagyon-nagyon tetszik a színe. Az én hajamat is lassan újra kellene színezni, és valószínű, hogy valami hasonlót fogunk rátenni, mert gyönyörű. Megpróbálom nektek megmutatni, amennyire el tudom választani. Hol lesz?
így néz ki alulról, tehát ott se foltos. Kicsit nyilván máshogy veszi be a színeket, azt nem lehet tudni, hogy egy... négy oldalább ujjam! Azt nem lehet tudni, hogy egy parókát hány ember hajából csinálják meg, úgyhogy valószínű, hogy lesznek ilyen kis eltérések benne, de ettől függetlenül egyébként szerintem összességében nagyon szép lett, úgyhogy valamikor most már fel kell venni. Azoknak pedig, akik érdeklődtek arról, hogy hol lehet ShadeZQ-t rendelni, szeretném elmondani, hogy a cosmeticworld.ca-ról rendelem. Ami azt jelenti, hogy ez egy kanadai oldal, és nem szállítanak Magyarországra, úgyhogy minden esetben a MyOS-en keresztül szoktam hazahozni, nyilván mivel máshogy nem is lehet. A MyOS-hez Floridába körülbelül 3-4 nap alatt érkezik meg, és azt pedig, hogy a MyOS-től mennyi idő alatt kerül haza, az igazából félig rajtatok múlik, de körülbelül egyébként maximum egy héten belül itt tud nálatok lenni a cucc. Belinkelem nektek az összes oldalt, amire szükségetek lehet ahhoz, hogy meg tudjátok rendelni a cuccokat. Az összes létező szín van a weboldalon, úgyhogy, és ezen kívül egyébként egy csomó más terméket is megtaláltok. És sajnos nem szponzorálnak, pedig az nagyon mókás lenne. Az... Na mindegy. Úgyhogy ahogy a videó elején is mondtam nektek, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljátok, szabad világban élünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a következőben találkozunk. Sziasztok!